És itt is vagyunk, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának első rádiós podcastje, Nézőtéri Súgó című műsor. Üdvözlök mindenkit, én Kertvélesi András vagyok, és itt ő mellettem Sebestyén Aba. Szia Aba, köszi, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Színész, rendező, egyetemi oktató, a Jurik Stúdiónak a vezetője, hát minek nevezzelek még? Ilyen szépen hangzott, ez így jó. És családapa, így kislányom van, hát ez fontos az életemben. Brassóban születtél, ha jól tudom. Ott is nőttél föl, két nyelven, románul, magyarul együtt tanultál. Milyen, hát hogy is mondjam, most erről csak azért kérdezlek egyébként, hogy kicsit gondolok a teatrológus szaktársaimra, ha bárkinek egy életrajzi portrét kéne készítenie rólad, tudjon mit mesélni, hogy milyen volt felnőni Brassóban úgy, hogy magyar nyelven is, román nyelven is kellett neked beszélned? Tulajdonképpen belegondolva, én hálás vagyok, hogy Brassóban szocializálódtam, és egyáltalán az életem, ahogy alakult, hiszen óvodás voltam, még nem jártam iskolába, és már tudtam románul, egy olyan tömbház negyedben laktunk, az Ikerek, a Gemeni negyedben, ahol rengeteg kortársam volt, gyerekekként együtt játszottunk, de voltak szászok, voltak cigánygyerekek, voltak magyarok, székelyek, és hát románul megtanultunk, és ez utólag kiderült, ez azért jól fogott. És most említetted, hogy családapa vagy, a gyerekeidnek is kellett ezen keresztül menniük így a mai világban, vagy ez hogy alakult azóta? Éppen most jövök, most ittem a két nagy lányomat román órára, úgyhogy hát most neki kell alternatív román órát. Igazából alternatív román órára vittem őket, hogy azért fejlesszék magukat. De nekünk annak idején erre nem volt szükség. Tényleg ott együtt játszottunk a porban, együtt fociztunk, és akkor az ember hát megpróbálta magának kivívni azt, ami az övé, és ehhez kellett tudni beszélni románul. Igen, igen. Most én 3 éve vagyok itt Vásárhelyen, és nekem is még meg kell tanulnom románul, de azért ez tervben van. Említetted itt a focit is, és azt hiszem, én olvastam is egy cikket az Indexen, ami kicsit részletesebben taglalta, hogy te valójában focisztál elég sokat, és nagyon érdekelt téged a labdarúgás. Ez miért maradt abba? Vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy románul kérted a labdát, és magyarul káromkodtál, mikor szabálytalankodtak, vagy hogy volt ez? Nem, románul azért jobban esett káromkodni is, az igazság, amár az ember románul tanult meg focizni. Első nagy szerelmem a foci, tehát hogy lehet a mai gyereknek nem mond semmit, vagy keveset mond a Bölöni László neve, marosvásárhelyi futballistáró személyiségről van szó. Tehát én gyerekként én akartam lenni Bölöni László, azt mondtam, én leszek a második Bölöni László. De közben úgy, ahogy Bölöni László, én példaképpen volt valóban, ahol Bölöni Laci elvégezte az egyetem, azt mondom, én is egyetemet fogok végezni, tudnék Bölöni Laci fogorvosi végzett. Valószínűleg nem praktizált, de hát hihetetlen erős személyiség és sportoló lett. És hát gyerekként ő volt a példakép, hogy focizni, tehát magas szinten művelni a sportot, és hát egyetemet elvégezni. Ez sokáig még kamaszkoromban, illetve 16 éves koromban is így volt. 15-16 éves koromban magyar bölcsészkarra készültem, német szakra, még német szótára, és ebben jártam. Emlékszem Szent György Mikes Kelemen Liceumban, hogy hát ez komoly volt, de hát akkor a mostani Miseka, Imasza, Sepsi Szent György csapatának a felnőtt keretében már benne voltam 16 évesen, de hát eltökéltem, hogy hát majd az Universitatia Cluj, illetve az egyetemi Kolozsvár csapatához szerződöm, de akkor már egyetemista leszek, és közben sportolok, és hát egészséges életet ugye a szellemiekkel összekötve. Hát ez másképp alakult, mert hát olyan magyar tanárom volt a Mikes Kelemen Liceumban, röviden erről Salman Andrásnak hívják, Salek tanár úr, aki hát belém oltott a színház vírusát, és azóta sem szabadulok tőle. Diák színház játszó csoportba jártam, és hát 17 éves koromban már határozottan az színház érdekelt.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert amikor felírtam a kis not eszembe, hogy ezt meg fogom kérdezni, beszéljünk kicsit a fociról, akkor eszembe jutott, hogy egyébként nekem rengeteg ismerősöm van, aki most már színházban dolgozik, de hogy focistaként kezdte. Nem tudom, Ákli Krisztián volt drámapedagógusom, de Marosvásárhelyről említhetném a Purosz Leót, aki egészen 14 éves koráig Szegeden volt gólkirály, aztán végül mind a színházban kötöttek ki ez. Össze kell hozzuk ezt a csapatban. Jó, nem tudtam. Tehát csapatjáték. Látod, milyen érdekes, hogy ez is igen. Összekapcsolódik, hogy csapatjáték, de ahol fontosak az egyéniségek, de az egyéniség sem érvényesül, hogyha nincs igazi csapatjáték. Hát kicsit a színház, hogy kerüljük vissza a színházhoz. Igen, hát így alakul, de hálás vagyok tényleg a Jóistennek, ahogy a sorsom. És akkor a színjátszók után jött neked az, hogy el kell menned a művészeti egyetemre, és akkor ott először te színésznek tanultál. Igen, 92-ben bejutottam a színész szakra, ismét csak szerencsém volt, három különböző generáció képviselője tanított, Lohinszky Lórán mester, Hunyadi László és Hatházi András, aki akkor végzett pontosan 92-ben, és mi voltunk az első év folyamat, tehát ő a tanári úgymond pályafutását, vagy mit kezdte el Marosvásárhelyen, és mi voltunk az első év folyamat, két éven keresztül tanított is, és nagyon sok mindent tanultam tőlük. 96-ban végeztem, utána a Szatmárnémetibe kerültem színészként, de onnan már visszakerültem ide, visszahívtak szerepre, a Találkozás című darabban játszottam a fiatalember szerepét, ami nagyon szép szakmai utat járt be, hiszen Uniter díjat nyertem, az előadás is nyert, Farkas Ibi a partnerem szintén Uniter díjra volt jelölve, tehát nagyon szép szakmai utat járt be, közben Debrecenbe is hívtak vendég játszani, meg Nagyváradra, de hát maga a rendezés mindig érdekelt, hogy jussunk el odáig, és többször néztem vissza, akartam felvételizni a rendezőszakra, csak nem indult úgy, vagy egyszerűen nem is volt úgy időm, szerencsére a színészi a pályám nagyon erősen indult, és jobbnál jobb szerepeket kaptam is itt lent, tehát Debrecenbe kikerültem, két főszerepet játszottam egymás után, ott a Csongor is tündőbe, a Csongort, a Szigorral ellenőrzött vonatokba, a Miloskát pincés rendezésében. És egyszer csak 2002-ben csörgött a telefon, akkor még nem volt mobil, Béres András tanár úr, akkor én dékán, és hát a Tompa Miklós társulatnak is a vezetője volt, hívott, hogy hát számítanak rám, úgy, mint egyetemi oktatóként, mint a Tompa Miklós társulatban várnak szeretettel, van-e kedve menni, mondom, persze. Hát így történt, és akkor 2002-ben elkezdtem már tanítani, és a 2004-ben indult rendező mesteri szak, és így elvégeztem a rendező mesteri szakot is. Ami nekem a te rendezéseiddel, előadásaiddal kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes, és amit nagyon szeretek, hogy rengeteg kortárs darabbal, illetve közelmúltbeli kortárs problémával foglalkozol, ha csak a 20x20-ra, a Szeretik a banánt elvtársakra, vagy a mostani Nem történt semmire, illetve most a Lázadni veletek akartamra gondolok, hogy neked ez így zsigerből jött az, hogy neked kortárs drámákhoz kell nyúlnod, vagy volt egy példaképed, vagy egy mestered, akitől hasonló rendezői pályát láttál, vagy ez honnan jön? Nem tudom, valahogy ráérzés, nagyon jó lenne az ember előre tudná a receptet, hogy színházat alapít, és akkor aztán tudja, hogy mit csinál, hát ez nem így ment. 2004-et mondtam, igen, 2004-ben kezdtem a rendezőszakot mesterén, és megalapítottam a Jori Stúdiót, tehát akkor még nem volt semmi, beírattam egy egyesületet, ez van, és lesz Jorik. És 2005-ben megcsináltuk az első bemutatót. Nem, egy olyan szándékkal indult a Jori Stúdió, hogy folyjon egy műhely munka. Tehát, hogy fiatal színészekként elégedetlenek voltunk, semmi nem tetszett, pedig tele voltunk munkával, tényleg itt is megérkeztem egyik szerep a másik után, de hogy kísérletezni, dolgozni minél többet. Tehát egy ilyen színházi műhely igényel egyfajta fejlődési szándékkal hoztam létre a Jori Stúdiót néhány ifjú kollégámmal, és hát
azzal indultunk, hogy a klasszikus szövegek újraértelmezése, keresgélés, kísérletezés és kortárs szövegek. Az évek folyamán azért kialakult egy határozott vonal, hogy igenis a kortárs szövegek érdekelnek, és hogy ezek a problémák nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és fontos. Tehát a múltfeldolgozás, mint olyan, ahhoz, hogy megértsük magunkat, hogy magunkat ebben a értékhiányos vagy értékeiben megingott világban van, hogy megtaláljuk a lábunkat, megvessük, nagyon fontos, hogy a múltunkkal valamilyen szinten tisztában legyünk, az, hogy tisztában leszünk, ha nem vagyunk biztos, de hogy rálássunk, kicsit feldolgozzunk, kicsit kérdéseket tegyünk fel magunknak, kortársainknak, ahhoz fontos, hogy visszamenjünk a múltba, és kutakodjunk, nézzük, mi is történt velünk, őseinkkel. Hiszen, hogyha nem tisztázunk bizonyos dolgokat, akkor kevesebb esélyünk, ha egy picit rendet söpörni magunk körül a jelenben. És akkor valahogy ez így tudatosodódott, tehát tudatos lett ez a fajta szándék. És valóban az eltűntek megírására Eliza Wilket ezzel a szándékkal kértem fel, és Kincses Rékát is, hiszen abban az évben tematikus évadjaink voltak a Jorikkal, mindig valamilyen tematika köré, akkor abban az évben, ezelőtt 3 évvel, 4 évvel, mikor is volt, akkor a kivándorlás volt a téma, hiszen a Csabó is ezt folyt, hogy a migránsok, a migráció is, az emigrálás, és akkor azt mondja, hogy kicsit nézzünk házon, tehát seperjünk szét, hogy hogy is állunk ezzel a migrációval, a ki- és bevándorlással, hogy vagyunk, és akkor Kincses Rékát, ugye, aki kint él Németországban, Berlinben, aki kitelepedett gyakorlatilag, abból a szemszögből vizsgáljuk meg, hogy vagy hozzon egy személyes témát, és akkor Eliza Wilk abból a nézőpontból, aki maradt ugye százként, vagy félig százként, meséljen arról, hogy milyen kimenni, maradni ezzel a dilemmával. Úgyhogy így, tehát az eltűntek. Persze, és hát a régi, hiszen nagyon sokszor nem tudjuk, hogy miért bizonyos cselekedeteink mögött milyen fajta, nem is tudom, tapasztalatok, traumák, örökölt, hallott tapasztalatok vannak. És hát azért az elmúlt néhány évtized, kommunista évtized azért rányulta a bélyegét a nagyszüleinkre, szüleinkre is, ezáltal ránk is. Meg azért kell egy korszaknak lezáródnia, vagy eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán visszanézve tudjuk feldolgozni, vagy erre még vissza akarok térni később, de hogy mondjuk a mai kortárs darabok, vagy amik mai problémákról akarnak szólni, inkább sikerülnek én szerintem társadalomkritikus előadásoknak, mintsem egy ilyen feldolgozó előadásnak, mint mondjuk ami a Lázadni veletek akartam. Mert hogy nem tud eltelni egy időszak, nem tudjuk távolról nézni most magunkat, mert most még benne vagyunk abban, amiről beszélni akarunk. Fontos az, amit mondasz, tehát úgy feldolgozni, hogy közben önkritikát és társadalomkritikát. Fontos az, hogy önkritikát is gyakorolni ezáltal, hiszen a társadalmat mi alkotjuk, mi is részesei vagyunk, mi is elkövetjük a magunk gyarlóságait, bűneit, tehát akaratlanul is egyszer csak azon kapjuk magot, hogy beleszaladtunk egy hülye helyzetbe. Fontos ezt a fajta önkritikát is végigvinni. De én azt gondolom, hogy a Lázadniban is van ez a dolog, hiszen ott is elhangzik, hogy az elhallgatás, a ki nem mondott dolgok, amik voltak a régi rendszerben, hogy talán ez most sincs másképp, ez így pont például hogy elhangzik. Igen. Tehát, azt hiszem, hogy a maga társadalom kritikáját a Lázadni veletek akartam is elműveli. Persze nem olyan élesen mondjuk, mint egy 20/20, vagy nem is tudom. De ott van. Hát de azért a Lázadniban a szereplők ezt 30 év után tudják kimondani ezeket. Szóval szerintem itt az a különbség, hogy fel kellett nőniük kicsit távolabbról, mert a nagyobb képet, és akkor tényleg térjünk rá a Lázadni veletek akartamra, ugye ez egy Bódi Attila első regénye, egy friss író, friss regénye, 89 utolsó szakaszában 3 fiatalról szól, illetve az ő csíntevéseiknek a következményéről, és egy későbbi 30 éves osztálytalálkozónak a történéseiről, és a traumák feldolgozásáról, hogy
Amikor Áronnak és Zolinak sikerül a nagyobb képet megkapnia, az csak akkor történik, amikor beszélgetnek 30 év távlatából az osztálytársaikkal. Egészen addig csak a saját perspektívájukból, a saját emlékezetüket kiegészítve tudják nézni magukat és értékelni a saját tetteiket. És szerintem a találkozásnál, a nagyobb kép megkapásánál van, amikor igazán beüt az előadás. Fú! Igen, valóban így van, de ahhoz ezt az utat meg kell tenni, ezt a fajta multidézést. Pontosan ez volt a legnagyobb kívás egyébként magának a rendezésnek, vagy a színészi játéknak is, hogy lehet úgy elmesélni, hogy jelen idejű legyen ez a dolog is, és hát örülök, hogy megtaláltuk ezt a fajta kulcsot, amit végülis egy gyónás állapotban idézik fel a saját múltjukat, történeteiket, még egyszer, ha megtörténik ez a katartikus szembesülés önmagukkal és saját bűneikkel, az akkori társadalom társadalom és a történelem menetét meghatározó egyéniségeknek a bűneivel. Most a szöveget tekintve, most kicsit izgulok, mert biztos Albert Mari is fogja hallgatni a podcastet, de hogy amikor regény, illetve novella adaptálásról beszélünk, akkor talán az az első dolog, amit mondott nekünk, hogy mindig egy motivumot kell kiemelni a regényből, a novellából, és azt kell színpadra alkalmazni. Most nálatok a Barabás Olga volt, aki színpadra alkalmazta, illetve közösen alkalmaztátok ezt a regényt. Hogyan zajlott ez a munkafolyamat, és mi volt talán ebben a legnehezebb megtalálni azt a színpadi kulcsot, amiről beszélsz, hogy ez hogy zajlott? Milyen változtatások voltak a szöveghez képest? Hát úgy mondjuk, hogy több mint 90%-a itt Bódi Attilának a szövege. Eleve monológszerűen vannak megírva ezek a regényben is, ezek a fejezetek. Tehát van Zoli történet, Zoli mesél, Áron mesél. És hát Olgát kértem föl, még nagyon sokat. Hát dolgoztunk együtt másfajta viszonyban, rendező, én meg színész. Tehát valahogy nagyon jól talált a szó, és ő is mondta, hogy valakul olyan helyzet van, bár akár dramaturgiai munkát is van, és szívesen beszáll egy közös történetbe. Nem titok, hogy ezt annak idején Bódi Attila meg én Székely Csabát kértem fel, hogy csináljunk ebből egy színpadi variációt, valahogy ő nem ért rá, sok ilyen megrendelése volt, és felhívtam Olgát, és elmondtam meg, és elolvasta a könyvet, és örülök, hogy rákattant, és utólag nagyon jó, hogy például az ő kicsit a női lelkén átszűrte ezt a dolgot, hiszen azért a három srác mellett itt van egy nagyon erős karakter, a Brigi szerepe, a nő szerepe, és hogy jó, és hogy Olga is ezeket átélt, tehát majdnem egy generáció vagyunk, és hogy átszűrt az egyéniség, és a lényegét ragadta meg valóban, tehát úgy szerkesztette a monológokat, a snitteket, Zoli jelenete, Áron jelenete, hogy valahogy a regény sűrűségét és lényegét sikerült megragadni. Akkor utána valahogy úgy képzelte, hogy beszéltük, hogy ők felveszik magunknak, mint egy magnóra, és akkor ezen sokat beszélgettünk, még az én javaslataimra változtatott változtattunk a szövegen, hogy ez mégiscsak egy élő legyen, tehát szólítsuk meg a közönséget, ne csak egy dobozban legyünk. És persze a próba folyamat alatt is László Csabával, Sós Beáta látványtervezővel, Tibivel való közös munka kapcsán alakult folyamatosan ez a dolog, hogy ezt a végső formáját megtalálja. Na, de hát úgy válás vagyok, hogy ez a fajta nagyon jó fajta, jó értelembe vett sűrítés így módon meg tud történni. Olvastam egy-két kritikát az előadástól, és némelyik említette azt, hogy van ahol száraznak hat az előadás, pont a sok szöveg miatt.
Azonban azt gondolom, és azt a kifejezést írtam fel a not eszembe, hogy epikus rock színház. Szóval, hogy azért, ha van olyan néző, hallgató, aki még nem látta az előadást, de kicsit félne attól, hogy ez 2 óra monologizálás, szerintem nem kell ettől félni, mert hogy itt rock koncert van csinálva a monológokból, és egy nagyon erős zenei aláfestése van az egésznek. Így van, én ha tehetem, mindig élő zenét használok az előadásaimnál, és ugye Cári Tibi állandó alkotótársam lassan az lett, de hát bárkivel dolgoztam, akár Boros Csabával is nagyon jól kijöttünk. Tibivel több előadást csináltunk közösen, és itt is kerestük azt a hangszert, ami ezt meg tudja, ezt a történetet segíteni. Mi eltűntek, mi csellókat használtunk, ott is nagyon fontos volt, hogy ott sem véletlen, hogy egy férfi és egy nő a csellós, hiszen kapcsolatokról van szó, nő és férfi viszonyról van szó, és hogy zenében is ez visszaköszönjük. Itt is kerestük, hát cselló már volt, most ez mi legyen, és akkor hát persze, hát a lázadás zenéje, hát a rock, hát a muzsikai, a Jimi Hendrix. Tehát, ez ugrott be, és hát nyilván, hogy ezek a srácok zenéltek közben a pincéjükben, a titkos kis klubjukban, ahogy elhangzik a szövegben, ott baseltek, tehát azért ott megcsinálták a maguk zenét, és hát egyből, hát ki legyen, hát legyen Szász Csaba, hiszen van egy közös projektünk Tibivel, a Kortársak, zenésítjük meg, és Szász Csabával nagyon sokat dolgoztunk együtt, többet koncerteztünk, és hát ő mint egyéniség is, meg mint habitus, mint gitárvirtuóz, hát így örültünk, ő az. Hívjad fel, ő a te. És akkor így építettük be, hogy valójában ő az, és ő a Péter, gyakorlatilag ő az áldozat, ő a harmadik szereplő, aki mint egy jelen van és mégse, de a zené által kommentálja, aláhúzza, erősíti mindazt, ami prózában elhangzik. Hát így lesz ebből rock koncert, rock ballada. Igen. Így. Valóban sok mindent leírtak, hál' Istennek, tényleg olyan erős szakmai visszhangja volt, volt mindenféle. De nem is kíméltem az előadást, az a helyzet, hogy már olyan szempontból, hogy belementem olyanba is, hogy szabadtéren játszottuk. Ez a Jurik stúdióban született a pandémia alatt, 2021-ben, májusában megnézte 30 ember. Utána megittünk egy pohár pezsgőt, és gyorsan mentünk, mert takarodó, 10-kor kijárási tilalom. És hogy ahhoz képest tavaly Sepsin 400 ember, a Városmajori Szemlén Budapesten 400 valam ember nézte meg, hát merészségnek mondták, hogy mertél bele, mert mondom, igen, ennek látni kell minél több embernek. Valóban csak oda akarok visszatérni, nem mindegy, hogy ki hol látta a történetet. Uh-huh. Tehát aztán a negyedik vagy ötödik előadásunk volt például Gyulán. És valószínűleg nem ütött annyira. Páran kritika megjelent, hogy a fanyalgó is, hát irodalom óra, egy kicsit zenével, mondom, jó, és közben valakit nagyon megüt, valakit nagyon beszippant. Hát ki milyen állapotban van ez ilyen? Sikerül ráhangolódni, vagy nem. De egy szabadtéren nehezebb ráhangolódni. Az a helyzet. Tehát mégiscsak megköveteli, vagy ideális egy intim tér itt a kis terem, ideális neki. Vagy a Radnóti Színházban, hát ideális a kicsi Bizsú Színház, fantasztikus. De valóban voltak fanyalgások, én azt mondom, hogy Gyulán például nem ütött annyira az előadás, ott egy kicsit elment a szabadtérbe, de én is azt gondolom, hogy nem egy rendezőnek vagy színésznek, én szeretem a kívásokat, hadd menjünk bele, lássák minél többen, mint hogy menjünk biztosra és lássa 30 ember, célzunk meg 200-at vagy 300-at, lehet, hogy abból 200-nak bejön. Tehát ezért van, hogy valóban lehet, hogy olyan helyzetben láttak bizonyos emberek az előadást, nem ütött annyira, de én nagyon hálás vagyok, hogy nem hagyja az embereket reakció nélkül. Tehát sokan azt mondják, hogy egy darabig nehezen tudják befogadni, eltelik jó néhány 10-15-20 fél óra, és egyszer beszippantja, és nem engedi az előadás őket. Nagy kegyelem ez.
színésznek, rendezőnek egyaránt, mikor érzel azt, hogy, hogy olyan csend van néha nézőtéren, hogy rá lehet feküdni, és na most akkor most meddig lehet kitartani. És a között éreztél különbséget, hogy, hogy milyenek voltak az itthoni romániai előadások, és a magyarországi előadások? Most ez nagyon fontos kérdés. Mi azt gondoltuk, hogy Magyarországon nem fog ütni annyira, hiszen mi közük nekik Ceausescuhoz is a világához, ott annyi nem volt erős a... Azt mondják, és állítólag így is volt, tehát, hogy a Securitate, a titkos szolgálat, meg egyáltalán nem volt olyan erős kommunizmus, mint Romániában, és egyáltalán ez a mi történetünk, és nem így van. Nem így van. Tehát talán most ebben a helyzetben bizonyos szempontból jobban itt Magyarországon ez a történet érdekes, ezen a dolgon elgondolkodni. Nagyon értik, nagyon rajta vannak, és nagyon... Bizonyos dolgok a múltból visszaköszönnek, bizonyos dolgok ismétlődnek, bizonyos dolgok az emberi lélekben, a nézőtéren ülők lelkében úgy rezonál, hogy talán valami fura dolog történik, vagy fura dologgal szembesülünk napjainkban is, ami a szabadságot, a szabad beszédet, a szabad megnyilvánulást illeti. Most nem tudok pontosan idézni, ne haragudj, de az előadásban elhangzik, azt hiszem pont a Zoli idézi Petit, hogyha ők nem tudnak, hogyha ők gyengék maradnak, akkor törvényszerűen a következő generáció is gyenge marad. Van egy ilyen rész, hogyha mi vagyunk a következő generáció, szerinted mi gyengébbek lettünk, Vagy csak a rendszer változott meg, és nekünk kell máshogy hozzáállni, vagy hogyan változott ez a generáció azóta? Hú, ezt nem nagyon látom, vagy nem mernék így ítélkezni, belemenni, de visszatérve, hogy rezonál az emberekbe, vagy hogy fogadják, hogy mennyire hat a fiatalokra, nagyon erősen megszólítja, például ezt se gondoltuk volna, te nem tudod előre. Érdekel egy téma, nagyon közel a lelkedhez, úgy érzed, hogy ez fontos, személyes mondani valód van vele, hiszen ez egy alapvető premissza, hogy nekünk volt, azért vettem el, azért. De hogy ezáltal nem csak a generációmnak, nem csak a szüleim, nagyszüleim, generációjában oldok fel dolgokat, és vagy teszek fontossá dolgokat, vagy okozok katarzist az eladás által, hanem egyszerűen egy fiatal, tizenéves generációt meg lehet szólítani, erre azért nem gondoltam volna, az az igazság. És ugyanúgy Magyarországon, mint itt is, hogy maga a lázadás, mint érzet, mint alapvető emberi, nem ösztön, nagyon erősen üt. Lázadni a mindenkori hatalom ellen, függetlenül politikai színzet, vagy bármitől, a tanárok ellen, a szülők ellen, nem tudom, hogy nekem senki ne mondja meg, senki ne dobozoljon be. Soha. Ez a fajta érzet soha nem múlik el, és ez hat. Tehát az eladáson keresztül ez hat, és érezzük azt, hogy a 13 éves gyerek is, azt mondjuk most már 13-12 ilyen gyerekeket megérint, és tudják, hogy miről van szó. Igen, azt hiszem, válaszoltam a kérdésre, de remélem, hogy igen. Tehát, hogy a hat, hogy a mai fiatalt sem hagyja, hogy mondjam, tehát reakció nélkül, tehát cselekvésre készteti, elgondoltatja a történet. Csak számomra így mai szemmel visszanézve a mai lázadásra, vagy az akkori lázadásra, mit tudom én, az előadásban ugye van szó arra, hogy van egy poém, mondjuk a nincs pénz fagyira, és akkor az otthon elhangzik az ebédlő asztalnál, és a szülők már lecsitítják a gyerekeket, becsukják az ablakokat, hogy na akkor jó, most nevettünk egy kicsit, és akkor ennyi elég is volt. És érted, ma meg már konkrétan ilyen hozzáállással pártot lehet alapítani, a két farkú kutyapárt, tehát ez full poén az egész, érted? És ennyibe telik egy ilyen viccet elmondani. Nyilván nem beszélünk diktatúráról ma, de hogy mégis a lázadásnak valahogy más szaga van ma.
Igen. De alapjába véve az érzet, az érzet és az igény erre az nem változott. Igen. Kicsit még arra térjünk vissza, hogy ugye élő zenét használsz sok előadásban, viszont sok előadásban használsz digitális eszközöket, kamerát. Hogy mi ez a kamerafétis nálad, ha szabad így nevezni? Fú, nem is tudod, fétis, te így nevezni? Nem, én meg valamit nem is nagyon szerettem, és egyszer csak olyan... Először a 10 kapcsán dolgoztam kamerát, és nagyon megszerettem. És nem titok, ez Bartoly utca ajánlata volt annak idején, mikor a 10 látványvilágáról beszélgettünk. Én nagyon szeretem, hogy dolgozik, és ahogy gondolkodik, nagyon jól tud inspirálni. És fú, hogy a mindenit, azért annyit technikának kitenni a színészt, de annyira izgatott a dolog, annyira idegen terep volt számomra, megvallom, hogy azt mondom, nem meg kell csinálni. És akkor elmerültem bele, és nagyon sokat dokumentálódtam, és én külön megterveztem minden kameramozgatást, mikor megy, merre, mikor merre vittünk ki képet, mikor mit lát. Nagyon kemény volt, nagyon otthoni munka volt ez a rendező otthon munka a szövege, hogy nagyon-nagyon megszerettem. És akkor ezt egy picit úgy folytattuk tovább Sós Beátával, aki most lassan ő is állandó alkotótársam, de ő is Bartoly Jócó tanítvány. És hát valahogy ezek így visszaköszönnek, szeretem használni, de nem bármikor le lehet mondani róla. Na, tehát, hogy ha én úgy vagyok, hogyha hasznosan és hozzá tud tenni az egész világhoz, tudjuk használni jól, nem, akkor nem. Remélem, hogy eddig gazdaságosan és érvényesen tudtuk használni. A Lázad néveletek a kartonban nálam működik. Fontos volt, hiszen hogy csak monológok vannak, tehát ugye ez kell, hogy a zenén kívül látványban mivel dobjuk föl is. Ez. Először itt is több kamerában gondolkodtunk, projekcióban, nagy, nem tudom, több álló kamerában, hogy az élőket is mi csináltuk volna, milyen ötleteink is voltak. Aztán lassan letisztult a kép, emlékszem egyik próbán. Behoztam egy kamerát, és akkor beállt is filmezte a Csabát, meg kívülre néztem magamat, nem tudtam, ez még egyszer az ember színész, meg rendező is időnként kimegy és ránéz a történet, és olyan érdekes, és beraktunk egy tévét, és akkor, hogy ő filmezett, és mozgott, és akkor, hát nem kell ide több kamerá, ide Brigi kell, egy csaj, aki a Brigi, aki szereplő egyben a történetnek. És akkor világos volt, mi 5-6 kamerát, 8 kamerát, mert ilyeneket terveztünk, és akkor több felülről nézzük, és akkor változtatjuk, élőzünk, és egy, hiszen Brigi az, aki megidézi a történetet, Brigi az, aki az egyik legnagyobb áldozat ennek az egésznek. Brigi hívja el őket az osztálytalálkozóra, ő mozgatja, és hát akkor ő az, aki mondjuk a vizuális világot is megmozgatja, és akkor ez így koncepcionálisan is pontosan belefér, tehát valahogy így történik egy munkafolyamat, az ember nem tud mindent előre, elindul egy úton, és lassan tisztulnak a dolgok is. Uh-huh. De ismétlem, ez azért jó az ember, jó alkotótással kama körül. És hát csodálatos emberek ezek egytől egyik. És ezek a monológok egyébként nagyon gyakran számomra átváltoztak ilyen lázálomszerű emlékezett montázsokká. És ugye mivel monológok, ugye ketten személyesítetek meg valójában mindenkit, aki megszólal a drámában, és a kamera pedig lehetőséget ad arra, hogy ezek a perspektívaváltások megtörténhessenek. Ami nem csak engem segít, de tényleg látványban és jelentésben is hozzáad az egészhez, és ahogy a jelentésképzések megszületnek, szerintem ez így teli találat. Azon gondolkodtam el, van egy jelenet, amikor a Zoli meséli, hogy a fiúknak elmagyarázta a madács ember tragédiáját, és utána Áron pedig csak madács idézetekben tudta megfogni a világot, és alig állt be a szája a madács idézetektől.
és visszaemlékeztem, hogy én első éves koromban dolgoztam Hamleten az egyik harmadéves rendezővel, és amikor azon dolgoztam, annyira ráállt az agyam a Hamletre, hogy minden zenét hallgattam, hát ez a Hamletről szól, látok valamit az utcán, hát ebbe benne van a Hamlet, és minden a jelenünkből képezzük le, az aktuális érzetünkből képezzük le az asszociációinkat, a gondolatainkat, és ez szerintem megjelenik mind a drámában is, mind szerintem bármelyik alkotói folyamatban, hogy neked volt ilyen, hogy ennyire ráállt az agyad valamire, hogy mindenbe beleláttad azt, amit bele akartál valójában? Igen, van ilyen, hogy az ember teljesen benne van egy flóban, benne van egy ilyen burokban, tehát ebben él, akkor valóban is keresi a megoldásokat. Azért mondja, hogy az alkotó ember tényleg nem csak akkor, mikor a próbán, ugye 4 óra alatt, vagy 3 alatt próbál, hanem folyamatosan próbál a színész is, és a rendező is, tehát folyamatosan arra fókuszál is, és megoldatlan kérdésekre keres válaszokat. Igen, tehát hogy ez van, hogy néha onnan jön a jó megoldás, a válasz, onnan nem is számít az egy banális történésből, gesztusból kapsz meg fontos válaszokat. Igen. Említetted, hogy ez a színészként rendezőnek lenni, ez néha érdekes tud lenni. Ez most hogy nézett ki ebben a darabban? Mert azért itt hárman vagytok színpadon lényegében, szóval még csak nem is arról van szó, hogy vannak olyan jelenetek, ahol te nem vagy. Ez hogy nézett ki? Hát, tanultuk a szöveget Csabával, tehát Csaba régi kollégám, és hát nagyon jól ismerjük egymást. Hát világos volt az, hogy a karaktereket jól el kell választani. Amikor pedig ugye kamerával is dolgoztunk, nekem nagyon fontos volt azt látni, hogy ő hogy tudja rajta keresztül, hogy működik ez a fajta koncepció, szerepbe be, vissza kamerába nézzünk. Tehát, és mikor láttam, magamon próbáltam ugyanazt végigcsinálni, és természetesen megkértem őt is, hogy azért nézzen, és ugyanúgy a Bea, meg Tibi, meg tehát azért ezek fontos visszajelzések voltak, hogy az, amit én elképzeltem és megcsináltam Csabával, az velem működik-e vagy nem, de ez mai napig így van. Lassan a 30. előadást játszuk, és mindig megkérdezem én is Csabát, hogy szerinted milyen volt? Hát szerinted milyen volt, te van, hogy rendező. És hát így dobigáljuk egymásnak a labdát, de azért érezzük. És hát azzal az igénnyel állunk mindig hozzá, hogy jobb és jobb legyen. Tehát, hogy például én mindig, még az elemére, még mindig dolgozom a figuráján, még a Brigi egyszerűségén, még mindig, hiszen akkora kihívás ezt a csajt megszólaltatni, ezt a nőt, a maga titkával, traumájával, hogy is lehet ezt elmondani, nem tudom. De hogy az biztos, hogy ezzel az igénnyel állunk hozzá, hogy jobb és jobb legyen, tehát nincs vége. Nincs vége, és hát persze, hát kíváncsi vagyok, és ismétlem, egy ilyen alkotótársakkal lehet közösen beszállni egy csónakba, és kievezni a nyílt vízen. Mit mondanál annak a nézőnek, hallgatónak, aki még nem látta az előadást, hogy miért menjen el a következőre, és miért nézze meg, ha fiatal, ha idős, teljesen mindegy? Azért, mert a lázadás az egy alapvető emberi ösztön. Azért, mert az igazságérzet az ott van bennünk, és követeli a saját maga útját, vagy megnyilvánulását. Szükségünk van erre, és szükségünk van az önkritikára, és szükségünk van a tükörre, és szükségünk van arra, hogy a múltunkat, őseink, szüleink világával, életével, nem is olyan régmúltunkkal találkozni, mert ismétlen a jelenünket és magunkat talán könnyebben megérthetjük ma. Hát kedves nézők, hallgatók, kicsit lesek, a következő előadás február 19, illetve márciusban 5-én és 6-án lesz látható itt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
Szerintem még, szinte még elkapják a jegyeket. Igen, a Radnóti Színházban is játszok Budapesten. Ott március 14-én, és majd áprilisban is lesz, tehát ott is befogadta a színház, hát ez is egy hatalmas dolog, és köszönjük szépen. Még csak egy kicsit arra térünk rá, hogy mit tervezel valami újat most a Jorik stúdióban, valami új előadásra készülsz-e, vagy mik most a tervek? Mindig van valami. Hát elsősorban itthon szeretnék dolgozni, elég sok kihívást és meghívást kapok Magyarországról vagy más színházaktól. A Jorikban Elizével tervezünk egy újabb szöveget, kortárs szöveg lesz. Ez a Jorik, ami talán arról is beszélhetünk röviden, hiszen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulat egy új ősbemutatóra készül. Székely Csaba ír egy szöveget a társulat, direkt erre a társulatra, amit én rendezek, az Igazság gyertyája, ez a címe. Április végén, amikor hazajövök Budapestről, most ott fogok rendezni, márciusban kezdjük el a próba folyamatot. Hát ez is egy szintén múltfeldolgozás. Hát egy nagyon érdekes izgalommal várom, éppen tegnap előtt küldte el Csaba az első 15 oldalt. Hát volt, amikor hangosan fölnevettem, és ugyanakkor nagyon erős, fontos drámai kérdések, helyzetek vannak, és egy fontos témát fog feldolgozni az a szöveg is, és az előadás is. Hát igen, Jorikkal ilyen tervek, és hát ősszel minden jól megy, Komáromban Koldus Operát fogok rendezni, oda hívtak meg, ami szintén alig várok, hiszen egy hatalmas kihívás. Egy tényleg jó stábbal egy ilyen fontos szövegen dolgozni, a jelen társadalmi és politikai és világviszonylatok között, ahol ugye a háború a szomszédunkban, hogy is szó tud megszólalni egy. Jó, hát dolgozzál minél többet, mert akkor minél több podcast műsorunk lesz, aminek reméljük nem csak mi, de a hallgatóink is örülni fognak. Én annyit még elmondanék, hogy jövő héten lesz Abszint, február 18-án, illetve szerintem a jövő heti műsorban Fülöp Erzsébet Bőzsével fogunk beszélgetni, kicsit így a Radó Afrimi rendezői világgal kapcsolatban, illetve a Doktor úrral, Doktor című előadásról, melyben főszerepet játszik Serbán rendezésében. És hát szeretnénk, ha a nézőink, hallgatóink bármilyen megjegyzéssel, hozzászólással, akár kérdéssel a következő műsorba beszeretnének kapcsolódni, akkor a Tompa Miklós társulat kukac@gmail.com-ra küldjenek nekünk e-mailt, és abból fogunk válogatni. Igen, hát abba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, hát megtört a jég. Megtört a jég, a nézőtéri súgó első műsora. Köszönjük szépen a figyelmet, jó napot, jó estét és jó éjszakát. Fogalmam sincs, hogy ez mennyi idő volt.